A napokban a homokot terítik, majd érkezik a hűtőgép és a csöveket is lefektetik. Idén is lesz jégpálya a Szabadság téren. November utolsó hétvégéjétől már birtokba vehetik a területet a korcsolyázók. A pálya minden évben népszerű, az adventi időszak egyik legkedveltebb programja. Családok, baráti társaságok közösen csúszkálnak, miközben élvezik az ünnepi fénybe öltözött belváros látványát. A tervek szerint idén is lehet majd testnevelés órákat tartani a pályán, lesz értékmegőrző, és akinek nincs, bérelhet korcsolyát. Novemberben is folytatódik a nyitott tornaterem program. Különböző helyszíneken különböző mozgásformákat lehet kipróbálni ingyen. November 4-én csütörtökön 17 órától az Ipartestület székházába várják azokat, akik jogázni szeretnének. 8-án hétfőn alakformáló aerobik lesz a Mandarin Centrumban este 7-től. Egy hét múlva 10-én pedig a szépkorúaknak tartanak egészségmegőrző foglalkozást a Bajcsi téren 14 órától. Kötelező a maszk használat a Várva Kft-nél történő ügyintézéshez. A városüzemeltetési cég arra kéri az ügyfeleket, használják a kihelyezett kézfertőtlenítőt is. A bejárati ajtóra levélládát helyeztek ki, ahová papír alapon is eljutathatják a benyújtani kívánt beadványokat, és ha lehetséges e-mailben vagy telefonon intézzék ügyeiket, ezt kéri a cég. A koronavírus járvánnyal kapcsolatos intézkedés visszavonásig érvényes.